Harminchatodik fejezet Hosszú napok teltek el azóta, hogy utoljára találkozott Nehémiával. Szeléna befogta a száját. A közjátékról nem számolt be sem Kolnak, sem Doriennek, sem bárki másnak, aki meglátogatta a lakosztályában. Nem fordulhatott szembe a hercegnővel. Ahhoz kézzel fogható bizonyítékra lett volna szüksége. Ha rátámad, azzal mindent romba dönthet. Így aztán a szabad idejében pillanatnyi szünet nélkül tanulmányozta a rémjegyeket. Kétségbe esettem megpróbált rájönni az értelmükre, meg akarta találni a gyilkos jeleit, tudnia kellett, hogy mit jelentenek, tudnia akarta, milyen kapcsolatban állnak a gyilkossal és a gyilkos szörnyetegével. Annyira aggódott, hogy szinte oda sem figyelt a következő erőpróbára. Szerencsére baleset vagy megszégyenülés nélkül megúszta, Ugyanez persze nem mondhatta el a katonáról, aki kiesett a küzdelemből. Továbbra is minden nap az erejét megfeszítve edzett Kollal és a többi bajnokkal. Már csak öten maradtak. Az utolsó erőpróbáig alig három napnak kellett eltelnie. A párbajra két nappal azután kerül sor. Jó reggelén felébredve némán élvezte a csendet. Ezen a napon valahogy mindent békesség hatott át. Nem számít, mennyire elkeseríti, ami nehéviával történt. Ezen a reggelen olyan csend uralkodott az egész palotában, hogy még a hóesés hangját is alig lehetett hallani. Jégvirág nyílt valamennyi ablakon, a kandalóban hangosan ropogott a tűz, a hópejhek árnyéka táncra perdült a padlón. Ennél békésebb és gyönyörűbb téli reggelt el sem tudott volna képzelni. Nem fogja elrontani a kedvét azzal, hogy Nehémiára gondol vagy a párbajra, vagy a ma esti bárra, amin nem vehet részt. Nem. Jó reggelén, ha a fene fenét eszik, akkor is boldog lesz. Nem igazán érezte úgy, hogy ezen a napon a tavaszi fénynek életét adó sötétséget kell megünnepelnie. Ahhoz sem volt túl nagy kedve, hogy megemlékezzen az istennő elsőszülött fiának virágra jöveteléről. Ezen a napon azonban az emberek sokkal kedvesebbek voltak. Kétszer is rápillantottak az utcasarki koldusra, és visszaemlékeztek arra, hogy a szeretet élő dolog. Szeréna elmosolyodott, és a hasára fordult. Illetve csak szeretett volna, mert valami az útjába akadt. Halk recsegést és ropogást hallott, az órát pedig megcsapta a félreismerhetetlen illat. Édesség! A párnáján egy hatalmas papírzacskó hevert, majd kipukkadt a beletömött legkülönfélébb incsiklandó finomságoktól. Nem tűntek rá üzenetet, sőt, még csak egy nevet sem írtak az acskóra. Az ébredő megvonta a vállát, és ragyogó szemmel beremarkolt a finomságok közé. Ó, mennyire imádta az édességet! Boldogan felnevetett, és teletömte a száját. Utána lassított, és szépen egyesével, Végig kóstolta a meglepetés valamennyi fajtáját. Becsukta a szemét és a levegőt mélyen beszívva, átengedte magát a nyelvén szétolvadó ízek élvezetének. Csak akkor hagyta abba a mai habzsolást, amikor már sajgott az álla. Az acskó tartalmát kiöntötte az ágyra. Nem törődött azzal, hogy mindent beborít a porcukor. Örömmel legeltette a szemét a nagyhalom finomságon. Itt volt az összes kedvence. Csokoládé mamártott ott darabkák, csokolád és mandulahéj, bogyó alakú rákcsálnivaló, drágakő alakú cukordarabkák, mogyorós grilláz, sima sütemény, cukorcsípkés sütemény, cukormázas medvecukor, és ami az egészből a leges, legfontosabb volt, a csokoládé. Egy mogyorós csoki darabot ejtett a szájába. Valaki, szólalt meg teli szájjal, nagyon jó hozzám. Megtorpant és újra szemügyre vette az acskót. Vajon kiküldhette? Talán Dorian. Biztosra vette, hogy nem Nehémiától vagy Koltól kapta, de nem is a jégtündérektől, akik ajándékokkal kedveskednek a jó gyerekeknek. A tündérkék azóta elkerülték, hogy egy másik emberi lényvérét ontotta. Talán nox Az ifjú eléggé kedvelte. Szelén a kisasszony! csattant fel a küszöbb felől Filippa döbbent és felháborodott kiáltása. Boldog jól ünnepet, Filippa, kiáltotta vidáman a lány. Kérsz egy cukorkát? Filippa valósággal berontott a hálószobába. Hát persze, még hogy jól, nézze meg az ágyat, micsoda disznóol! Szeléna behúzta a nyakát. Pirosak a fogai, jaldult fel Filippa. Felkapta a lány kézitükrét az ágy mellől, és az orgyilkos óra alá tartotta. Hát igen, a fogai tényleg piros árnyalatot nyertek, borvöröset. Gyorsan végighúzta rajtuk a nyelvét, és aztán megpróbálta az ujjával ledörzsölni a szennyeződést, semmire sem ment vele. Azok az átkozott cukros nyalókák. Hát persze, méltatlankodott Filippa. Tiszta csokoládé a képe. Még a kis unokám sem eszi ilyen malac módon az édességet. Szeléna elnevette magát. Van egy unokád? Igen, és ő képes úgy enni, hogy nem csinál disznólat az ágyából, nem mocskolja be a fogát meg az arcát. Szeléna kipattant az ágyból, szétszórta a porcukrot. Egyél inkább egy cukorkát, Filippa. Kora reggel van, hét óra, mérgelődött a nő, és megpróbálta tenyerébe összeseperni a porcukrot. Mindjárt rosszul lesz. Rosszul? Hát hogy a csodába lehetnék rosszul a cukorkától? vigyorgott Szeléna. Bíbor fogazata a valósággal ragyogott a tükörben. Olyan, mint egy démon, figyelmeztette Filippa. Ne nyissa ki a száját, úgy, sem, úgy senki nem veszi észre. Mi ketten pontosan tudjuk, hogy ez lehetetlen. Legnagyobb meglepetésére Filippa kacagni kezdett. Boldogságot jól ünnepére, Szeléna, köszöntötte. A lány valósággal megborzongott a váratlan örömtől, amiért az idős nő kimondta a nevét. Na jöjjön, kotkodálta az idős nő. Fel kell, hogy öltöztessem, a szertartás kilenc órakor kezdődik. Eltsietett az öltöző szobába, Szeléna némán bámult utána. Boldogság töltötte el a szívét, és ezen még a vöröslő foga sem tudott rontani. Az ember igenis jó. Valahol mélyen mindenkiben ott van a jóság parányi morzsája. Ott kell, hogy legyen. Nem sokkal később szelén a szigorúan ünnepélyes zöld ruhát viselt. Filippa úgy vélte, hogy az egész ruhatárából egyedül ez az öltözék alkalmas arra, hogy templomba is menjen benne. A lány foga természetesen még mindig pirosan világított, tényleg enyhe rosszul lét környékezte, ahogy az édességgel teli pillantott. A következő pillanatban azonban már meg is feledkezett az émeigésről, mert észrevette, hogy keresztbetett lábbal Dorian Haviliardul a hálószoba asztala mellett. A fiatalember lenyűgözően szép, fehér és aranyszínű zekét viselt. Téged kaptalak ajándékba, vagy hoztál valamit nekem abban a kosárkában ott a lábad előtt? kérdezte a lány. Ha szeretnél gyorsan kicsomagolni, akkor még van egy teljes óránk az Isten tisztelet kezdetéig. Felelte a herceg, miközben a hatalmas fonott kosarat felrakta az asztalra. Szelina nevetni kezdett. Boldogságot jól ünnepéred Dorian. Hasonló kép neked is. Látom, hogy az a... Neked piros a fogad? A lány villámgyorsan becsukta a száját, és határozott tagadás jeleként vadúrázni kezdte a fejét. A herceg megragadta az órát, összeszorította, és Szeléna egészen egyszerűen képtelen volt kiszabadulni. Nyitotta a száját, hogy levegőt kapjon, a herceg majdnem fetrengeni kezdett a kacagástól. Torkoskodtál, ugye torkoskodtál? Tőled kaptam? kérdezte a lány összeszorított szájjal. Hát persze, kiáltotta Dorian, és az asztalra tette a barna zsákot. Hát ez meg. Elnémult. Újra felemelte az acskót, hogy ellenőrizze a súlyát. Hát nem három fontnyi édeséget kaptál tőlem? Egy alamuszi pillantás volt a válasz. Megetted a fele zacskót. Nem szólt senki, hogy takarékoskodnom kéne vele. Én is szerettem volna egy kicsit. Egy szóval sem mondtad. Mert eszembe nem jutott volna, hogy az egészet bekebelezni még reggeli előtt. Kikapta az ifjú kezéből az zacskót, és odarakta maga elé az asztalra. Na most szerintem ez csak az bizonyítja, hogy rosszul ítéled meg az emberek jellemét. Igazam van? Dorian már nyitotta volna a száját, de az édességgel teli zacskó felborult, és a tartalma kiszóródott az asztalra. Zeléna éppen időben fordult meg, hogy észrevegye a kosárból előbukkanó karcsú, aranyszínű orrocskát, ahogy az lelkesen szimatolni kezdi a finomságokat. – Ez meg micsoda? – kérdezte a lány. Dorian szélesen elvigyorodott. – Ajándék neked, júl ünnepére. Az orgyilkos felemelte a kosár fedelét. Az orr azonnal eltűnt oda bent. Szeléna megpillantotta a kosár sarkában remegő, különös, aranyszőrű kiskutyát. A nyakába hatalmas, piros masnit kötöttek. – Jaj, kiskutya! – csicserekte a lány, és lelkesen simogatni kezdte. Az állat, állat erősen remegett, szelén a gyilkos pillantást vetett Dorienre. – Mit műveltél vele, te bohóc? – a fiatalember az égre emelte a kezét. – Ő az ajándékod! – majdnem letépte a karomat, más fontosabb testrészeimről nem is beszélve, amikor megpróbáltam rákötni a masnit utána meg egész úton idefelé hangosan vonyított. Szeléna együttérző pillantást vetett a kutyára. Az viszont már lelkesen nyalogatta az ujjáról a cukrot. Én meg mégis mit csináljak vele? Nem találtál neki gazdát? Ezért öntöttél úgy, hogy rám sózott? Dehogy is, méltatlankodott a herceg. Vagyis, hát igen, de Észrevettem, hogy nem fél annyira, ha te is ott vagy a közelében. Az is eszembe jutott, hogy a kopóim mindig ott lógtak a nyakadon, miközben hazafelé jöttünk távol végből. Lehet, hogy ez a kislány eléggé megbízik benned ahhoz, hogy hozzászoktasd az emberekhez. Van, akiben megvan ez a különleges tehetség. Az orgyilkos sokat mondóan forgatta a szemét. Tudom, hogy elég szegényes ajándék, világos, valami sokkal szebb dolgot kellett volna hoznom, a kutya felnézett Szelénára. Aranybarna szemem, mintha csak olvasztott karamellából lett volna. Úgy tűnt arra számít, hogy majd mindjárt megverik. A gyönyörű kis szuka aránytalanul nagy mancsa arra utalt, hogy egy szép napon hatalmas és gyors állat lesz belőle. Az orgyilkos halványan elmosolyodott. Ezt látva a kutya bizonytalanul megmoczantotta a farkát, majd felbátorodva csóválni kezdte. Tiéd a kislány, jelentette ki Dorian, feltéve, ha akarod. Mégis mit csináljak vele, ha visszaküldenek távol végbe? Emiatt majd akkor fájjon a fejünk. Szeréna lehajolt és vakargatni kezdte az állatot, bársonyosan puha fülecskéjét, utána megvakarta a kutya állát is. Új Védence még lelkesebben csóválta a farkát, életre való kis jószágnak tűnt. Na most akkor kell a kutya? Csattant fel a herceg. Még szép, hogy akarom! Vágta rá Szeléna, ám egyből ez eszébe villant, hogy ez a döntése milyen következményekkel járhat. Csak, hogy nekem jól kiképzett kutyára van szükségem. Nem akarom, hogy mindent összepisíjem, vagy hogy megrágja a bútorokat, a cipőket és a könyveket. Olyan kutya kell, aki ül, ha azt parancsolom, lefekszik, meg hemperegni kezd, és tud minden olyasmit, amit a kutyák szoktak csinálni. Ezen kívül pedig legyen jó az erőnéte. Fusson ő is a többi kutyával, amikor azok kiképzésük van. Olyan jó hosszú lába van. Hát akkor használja is. Dorien összekulcsolta a karját a mellén, a lány pedig felkapta és magához ölelte a kutyát. Nem kevés dolgot akarsz tőlem, ha lehet, hogy mégis inkább valamilyen ékszert kellett volna hoznom. Miközben én edzek folytatta az orgyilkos, és a gyors puszit nyomott a kutyus puha fejére. A kis állat hideg órát azonnal nekiszorította a lány Azt akarom, hogy lent legyen a kutyák között, és ő is részt vegyen a kiképzésben. Ha délután visszajövök a lakosztályba, akkor őt is felhozhatják. Éjszakára itt fogom tartani. Felemelte és az arca elé tartotta a kölyköt. A kutyus rúg kapálózni kezdett a levegőben. Ha tönkreteszed a cipőmet, magyarázta határozottan új kedvencének, akkor papucsot csináltatok a bőrödből. Világos? A kutya komoly arccal nézett fel a gazdájára. A homlokát ráncolva töprengett a megfelelő válaszon. Szeléna elmosolyodott és letette a padlóra. A kölyök szimatolva mászkálni kezdett, miközben széles ívben elkerült a Dorient, és hamarosan eltűnt az ágy alatt. Az orgyilkos felemelte az ágytakarót és benézett a bútor alá. Szerencsére nyoma sem maradt a rémjegyeknek. A kutya lelkesen felderítette a hálószobát, mindent megszaglászott. Nevet kell majd adnom neked, vigyorgott a lány, az apró jószágra majd felkelt. Dorian felé fordult. Köszönöm, csodálatos ajándék. Ez az ifjú egészen meglepően rendes embernek bizonyult, már a származásához képest. Az orgyilkos most már tudta, hogy Dorian nem szívtelen és nem lelki ismeretlen. Más volt, mint a többiek. A lány óvatosan, szinte már félénken odalépett hozzá, és egy puszit nyomott az arcára. A koronaherceg bőre meglepően forrónak bizonyult. Szeléna nem tudhatta, hogy ennek a puszi volt az oka, vagy valami más. Jól tette vajon? Amikor hátralépett, azt látta, hogy a fiatalember tágra nyílt szeme valósággal ragyog. Akkor most elrontotta a puszit. Túl nedves volt. Ragadós volt az ajka a cukorkák miatt. Remélte, hogy a herceg nem kezdi el törölgetni az arcát. Annyira sajnálom, hogy nem készültem ajándékkal, szólalt meg. Én, izé, nem is számítottam ilyesmire. Dadogta a herceg, és tűzvörös lett az arca, Gyors pillantást vetett az órára. Mennem kell, majd a szertartáson látlak. Esetleg ma este bál után. Megpróbálok a lehető leghamarabb le lelépni onnan. Azt persze lemerném fogadni, hogy Nehémia is hamarot hagyja a mulatságot, hiszen te nem leszel ott. Így aztán nem vehetik rossz néven, ha én is korán távozom. Szeléna még sosem tapasztalta meg, hogy a herceg ilyen szavarban fecseget volna. Remélem, jól fog szórakozni. Biccentett, miközben az ifjú elhátrált, kis hiány fellőgte az asztalt. Akkor mai éjjel találkozunk, jelentette ki reménykedve. A bál után. Az orgyilkos eltakarta a száját. Az az egyetlen puszi billentette ki a fiút a nyugalmából. Minden jót, Szeléna. Nézett hátra a herceg a küszöbről. Az orgyilkos elmosolyodott, és rávillantott a piros fogait. A távozó hangosan felkacagott, mielőtt meghajolt és eltűnt volna. Egyedül maradva Selina már éppen meg akarta nézni, mit is művel új lakótársa, amikor valósággal belehasított a gondolat. Nehémia is ott lesz a bálon. Ez azért még nem lett volna annyira megrázó felfedezés, a gondolatmenet azonban nem lehetett megállítani. Az orgyilkos ingerülten elkezdett fel és alámászkálni. Ha valóban Nehémia áll a bajnokjelöltek meggyilkolása mögött, vagy ha a helyzet még ennél is rosszabb, és a hercegnő valamilyen könyörtelen szörnyetek segítségével pusztította el az áldozatait, és ráadásul éppen most értesült róla, hogy lemészárolták az alatvalóit, akkor mi volna jobb alkalom édenlen megbüntetésére, mint a király udvar ott mutatkozik meg az uralkodó családjának meg annyi tagja. Senki nem vigyáz rájuk. Pontosan tudta, hogy ostobaságok járnak a fejében, de mi van, ha mégis? Mi van, ha Nehémia elengedi a pórázról azt a szörnyeteget, ha vérfürdőt rendez a bálban? Szerintem amúgy sem, Amúgy semmi kifogása nem lett volna az ellen, ha iszonyatos végleselkedik Kelt Keltényre és Peringtonra, de hát Dorian is ott lesz. Megkól. Ménységes nyugtalansággal mászkált a hálószobában. Nem figyelmeztetheti a kapitányt, ha ugyanis kiderül, hogy csupán rémeket látott, azzal nem egyszerűen tönkretenni a nehémiához fűződő barátságát, de igencsak rossz szolgálatot tenne a megbékélésért küzdő hercegnőnek. Csak hát valamit akkor is tennie kell. No, ilyesmire nem is volna szabad gondolnia. Azonban a múltban többször is előfordult, hogy a barátai rettenetes dolgokat követtek el. Sokkal jobban jár, ha felkészül a legrosszabbra. A saját szemével látta, milyen az, ha valaki bosszú állás megszállottjává válik. Lehet, hogy Nehémia nem is készül semmire. Szeréna csupán rémeket lát. Talán csak kezd elmenni az esze. De ha valami mégis történne mai éjjel... Kinyitotta az zöldöző szoba ajtaját, alaposan szemügyre vette a fogasokon lógó, csodálatosan ragyogó díszruhákat. Kol nem egyszerűen dögös lesz, de örjöngeni fog, ha fogja beoson a bálba. Ezt mondjuk tudja majd kezelni. Az sem okoz különösebben gondot, ha a kapitányed időre bezáratja a palota tömlöcébe. Hogy miért? Azért, mert Szeréna egészen egyszerűen nem volt hajlandó beletörődni, hogy Kól esetleg megsebesülhet, vagy valami még ennél is szörnyűbb dolog történhet vele. Mindenre hajlandó volt, hogy ezt megakadályozza. Még jól ünnepén sem fogsz mosolyogni? kérdezte Koltól, miközben kisétáltak a palotából, és a keleti kert közepén épített üvegtemplom felé tartottak. Nekem bizony nem volna kedven mosolyogni, ha vérvörös volna a fogam, felelte a kapitány. Négy visszafogott és ne nagyon vigyorog. Szerén az szélesen elvigyorodott, de gyorsan becsukta a száját, amikor a szolgáikkal a nyomukban jó pár udvaronc sétált el a közelükben. Csodálom, hogy ilyen keveset panaszkodtál. Már miért panaszkodtam volna? Mérkelődött a lány. Kolvajon miért nem szokott tréfálkozni vele, úgy, mint Dorian? Lehet, hogy tényleg nem tetszik a fiatalembernek. Ingerülté vált, mivel ez a lehetőség meglepő módon felbőszítette. Hát azért, mert nem jöhetsz el este a bálba, válaszolta a kapitány, és a szeme sarkából kísérőjére sandított. Nem tudhatta, hogy a mire készül este. Filippa megígérte, hogy megőrzi a titkát. Megesküdött arra is, hogy nem tesz fel kérdéseket, amikor úrnője arra kérte, hogy szerezzen neki egy báli ruhát és hozza a tartozó harcot. Hát szemmel láthatóan nem bízol meg bennem, vágta rá a lány azonnal. Azt a látszatot akarta kelteni, mintha valami tréfálkozó, cserfes lányka lett volna, ám a hangjából nagyon is kiértődött az ingerültség. Semmi értelmesen volt olyan valaki miatt aggódnia, akit szemmel láthatólag a legkisebb mértékben sem érdekelt. Kolcsupán ezzel az ostoba vetélkedéssel törődött. A kapitány felhorkant, de a szája szélén leheletnyi mosó jelent meg. A koronaherceg me korona mellett bezzeg sosem kellett butának vagy alantasnak éreznie magát. Kolcsak csak provokálta, Persze azért ennek az ifjúnak is megvoltak a maga jó tulajdonságai. A fogoly összevonta a szemöldökét. Egészen pontosan mióta is nem utálja annyira a fickót? Ennek ellenére nagyon is tisztában volt vele, hogy Kól örjöngeni fog, amikor a felbukkan majd a bálban. Állarc ide vagy oda, a kapitány egyből felismeri. Csupán abban reménykedett, hogy nem vár rá túl súlyos büntetés.